Köszöntöm nézőinket! Önök Kapos Menti magazinunkat látják. Bemutatták az aktivistáknak Dombóvár új, a Fidesz-KDNP színeiben induló polgármesterjelöltjét, aki nem más, mint Pintér Szilárd, a Kapos Menti kistérségi társulás elnöke, Csikós Töttős jelenlegi polgármestere. Az ötödik ciklusát kezdő polgármester azt mondta, célja, hogy Dombóvár olyan fejlődési pályára álljon, melyet régen megérdemel a város, erre azonban csak összefogással van esély. Zsúfolásig megtelt aktivistákkal a terem Dombóváron, akik majd néhány hét múlva azt a közösséget alkotják, akik együtt dolgoznak majd a polgármester jelölt stábjában. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térségországgyűlési képviselője mutatta be a Fidesz-KDNP jelöltjét a dombóvári polgármesteri székre, aki jól ismert személyiség a térségben. Köszönöm mindenkinek a türelmét, a kitartását, szorgalmát. A mai nap kerül sor arra, hogy bemutassuk Pintér Szilárd polgármester urat, aki jelenleg is polgármester, Csikós Töttős polgármestere 21 év óta. Polgármester jelöltünk Pintér Szilárd úr, aki Csikós Töttősnek a jelenlegi polgármestere, ötödik ciklusát zárja Csikós Töttős élén, tehát 1998 óta polgármestere a településnek, és 10 éve pedig a kistérségi társulásnak is az elnöke. Mindenki ismeri, vagy nagyon sokan ismerik itt Dombóváron is, hiszen a Hungária Takarék egyik vezetőjéről van szó, és a Hungária Takarék nem csak a megyének az egyik legerősebb pénzintézete, hanem a takarékok között az országban is az elsők között van. Én úgy gondolom, hogy mind a települése élén, mind a kistérségi társulás élén, és mind a bank élén, a pénzintézet élén kiváló munkát végzett. Remélem azt, hogy a dombováriak is látják a tetrekészséget, látják azt, hogy egy olyan embert ajánlunk a figyelmükbe, ajánlunk arra, hogy majd az őszi választásokon a várost képviselje, illetve polgármesterként helytálljon, aki eddig is bizonyított, és reméljük azt, hogy új lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat, illetve a város előtt a következő önkormányzati ciklusban. Pintér Szilárd azt mondta, programot hirdetni a győztesnek kell, de ennek ellenére a legfontosabb célként azt jelölte meg, hogy olyan fejlődési pályára álljon a város, melyet megérdemelt volna mindig is. Ebben a járásban élem az életemet, ennek a járásban vagyok 21 éve polgármester Csikós Töttősön, és több mint 10 éve ennek a járás településének az elnöke vagyok. Azt gondolom, hogy Dombováron én otthonosan mozgok, otthonosan érzem magamat, és nyilván 21 év tapasztalatát, amit sikerült megszereznem ezen a területen, 52 évesen, még felruházva annyi erővel, és remélem, hogy becsfággyal is, végre tudom hajtani ezeket a feladatokat, amelyek itt az utóbbi évtizedben elmaradtak. Mindenféleképpen legfontosabbnak tartom egy normális közhangulat kialakítását. Azt gondolom, hogy ez a település nem érdemli azt, hogy pólusok legyenek, és nyilván ez a mindenkori hatalmon lévő önkormányzat feladata, hiszen Dombóvár egy kisváros, 18 ezeren élnek itt. Szeretnénk bevonni vállalkozókat, helyi szereplőket abban a szempontból, hogy ők ezt a programot véleményezzék, és ezt a programot csak akkor hagyjuk végre, hogy ennek a társadalmi egyeztetése széles körben megtörtént. És számomra nagyon fontos, hogy fiatal új arcokat tudtam megnyerni az ügy érdekében. Én azt gondolom, hogy a 21 év tapasztalata hozta meg azt a bölcsességet, amely mentén ez a stratégia megszületett. Ezt a stratégiát én következetesen kívánom végrehajtani, és nyilván visszatérve a képviselőkre, az élet minden területéről érkeznek. Ügyvéd, pedagógus, vállalkozó, háziasszony, aki bír azzal a józan észen, amit fel tudja hívni a figyelmünket, hogy mi mellett csiklottunk el. És nyilván azt gondolom, hogy tenni akaró, jóra való dombaváriak ők, akik eddig sem voltak megosztók, és ezután sem lesznek azok. Nagyon várják már az emberek, és évek óta csak beszélünk róla, mindenféleképpen Dombaváron szükség lenne egy új mentőállomásra, amelynek a megvalósításában már kaptam ígéretet. Egy járási tanúszoda megvalósítása szintén nagyon fontos lenne a térségbe, és azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan feladatok, amelyek természetesen Dombováron túlmenően az egész járás életmódját, életvitelét meghatározzák, és életminőségjavulást tudnak hozni. Pintér Szilárd azt mondta, nem engedi el Csikós Töttős kezét akkor sem, ha ő lesz Dombóvár polgármestere, hiszen, ahogy fogalmazott, onnan jár be, és oda megy majd haza. A jelenlegi állás szerint Kreb Imre a jelenlegi alpolgármester lehet majd a település új vezetője.
Hármas ünnepet ültek Kaposszegcsőn. Pünkösd napján felavatták a sportpályát kiegészítő fedett színt, és aláírták azt a testvérvárosi kapcsolatot megerősítő dokumentumot, mely szorosabbá teszi a 15 éves együttműködést a német Bietigheimmel és felvidéki Felső-Szelivel. Kaposszegcső életében a pünköst kivételes ünnep volt. Ebben az esztendőben egy új beruházással gazdagodott a település. A belügyminisztérium által biztosított pénzügyi keretből, valamint a közel 11,5 millió forintos önerőből a meglévő műfüves pályát egy fedett színnel és egy tárolóhelységgel és egy műhelyjel is kibővítették. A cél az volt, hogy az iskolához tudjon kötődni ez a komplexum, és a sportolókhoz is, hiszen a fedett szín alatt tudunk órákat tartani, nem kell bent lenni a melegben, friss levegőn a gyerekeknek, rajzórákat, környezet, földrajzórákat. Végre a karbantartó is megkapja azt a helyet, ahová illik egy ilyen nagy településnek, az iskolájának, a karbantartójának dolgozni, aztán a tároló, hisz mindig probléma, hisz otthon is tudjuk, mit hová tegyünk. Hát egy ekkora faluba, egy iskolával, egy sportcsarnokkal, egy műfüves sportpályával, és akkor ami még nagyon-nagyon szép, hogy az MLS támogatásával mi kaptunk a Puskás stadion bontásakor székeket, és ebből a székekből tudtunk egy 110 férőhelyes lelátót, ülőlelátót és 79 férőhelyes, állóférőhelyes biztosítani. Bízunk abba, hogy ahogy eddig is nagyon-nagyon kihasznált volt a sportpályánk, hogy ezáltal még jobban, hiszen azt gondolom, hogy most már kulturált körülmények között tudunk szurkolni. Az idei ünnepség kiemelkedő eseménye volt az avatáson túl a kaposszegcsői meglévő testvértelepülési szerződések megerősítése. A német Bietigheim és a felvidéki Felső-Szeli 15 éve tart fenn kapcsolatot a kaposmenti magyar községgel. Ez alatt a 15 év alatt sok minden történt. Országos és helyi politikai, gazdasági, szervezeti és személyi változások mellett is a települések közötti kapcsolat töretlenül fejlődött és erősödött. Ezt a kapcsolatot nagyon különlegessé teszi, hogy átszövi a barátság, amely szíveket, lelkeket összekötve átmúlik a határokon és szárnyal, mint a madár, aki csak akkor tud repülni, ha mindkét szárnya mozog. Felső-Szeli Dél-Szlovákiában a Galántai járásban található. A falu 35%-a szlovák, 69%-a magyar anyanyelvű. Dobosi Pál polgármester azt meséli, náluk mindenből kettő van. 2004-ben, amikor a kaposszegcsői akkori polgármester úrral, Tóth Imrével megbeszéltük azt, hogy mennyi közös kapcsolatunk van, mennyi közös kötődöttségünk van, és megegyeztünk abban, hogy ennek valami formát is szeretnénk adni közösen. De most nagyon örülök annak, hogy ez a kapcsolat ez olybá fejlődött, hogy éves szinten találkoznak alapiskoláink, ami végül is a célja volt az egésznek, hogy a fiatalok tudják meg azt, hogy ki vagyunk mi, kik a kaposszegcsői lakosok, honnan ez a kapcsolat végül is, és honnan ez a kötődöttség. Nagyon örülök annak, hogy a pedagógusaink kaptak ezen az alkalmon, ugyanúgy nagyon örülök, hogy a kaposszegcsőiek is megértették ezt, és magukével tették ezt a gondolat, és gyönyörű dolog az, amikor indítjuk útnak a mi gyerekőceinket Kaposszegcsőre, és nagyon örülök annak mindig, amikor fogadhassuk a kaposszegcsőket felsőszerre, úgyhogy én egy probléma van ezzel a dolggal, hogy sajnos ez a 15 évet csak a három akkori aláíró közül
a német polgármester, Bitikeri polgármester úr, a kaposztagcsői polgármester úr, már csak magam vagyok itt, és magamban ünnepelhetem ezt, de bízom benne, hogy látnak és örülnek annak, hogy ez 15 évet kibírt, és remélem, hogy nem csak 15 évet fog folytatódni tovább is. Úgy döntött a kaposztagcsői képviselőtestület, hogy egy hármas partnerkapcsolatot hoz létre, ami hála Isten nagyon jól működik, hiszen az iskolák csere látogatásával, egyesületek baráti kapcsolataival, foci meccseket, hol itt játszunk, hol ott játszunk. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan élő kapcsolat, ami nem csak arról szól, hogy egy oldalú, hanem itt mind a hárman. Ez egy szárnyaló dolog, és az a jó ebben a dologban, hogy a szárnyak egyformán csapkodnak, tehát mindig csak felfelé tudunk menni. 15 évvel egy korszak zárult le, vagy egy, azt lehet mondani, hogy egy szakasz, egy könyvnek az első szakasz, a fejezete, de kértem az itt lévő delegáció tagokat, hogy írjuk tovább ezt a könyvet, tegyük tele élményekkel, és adjunk neki még többször 15 évet. A Csikostötősi Német Önkormányzat segítségével évek óta az iskolaév befejezését követő héten a gyerekek táborba indulnak. Ezúttal egyházas kozáron töltenek el egy hetet, ahol természetközeli környezetben élménygazdag programsorozat várta a kisiskolásokat. Természetközeli állapotok fogadták a csikostöttösi gyerekeket egyházas kozáron, abban a táborban, melyet a Német Kisebbségi Önkormányzat finanszíroz minden esztendőben. A gyerekeknek színes programokat kínáltak, így unatkozni nincs idejük. Nagyon jó programot állítottunk össze a gyerekek számára, remélem tetszik nekik, az ő kérésükre is, mert ez több évtizedes hagyomány, hogy minden év végén eljönnek a gyerekek 4-5 napra táborozni. Hon és népismereti bemutató volt a gyerekek számára. Megismerkedhettünk a lovaglással, holnap gyertyát fogunk önteni, nemezelni, és strandolni is elmegyünk, mert borzasztó meleg az idő, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kikapcsolódás lesz a gyerekek számára. A szabadidőben meg önmagukat szórakoztathatják, amivel szeretnének, táncolnak, énekelnek, kártyáznak, és néha egy picit feszekszenek is. A Német Kisebbségi Önkormányzat vezetője Krebb Imre azt mondta, miután a gyerekek alsó tagozatos korukban tanulják a német nyelvet, így segítenek a családokon azzal, hogy egy hétre leveszik a gondot a vállukról. Minden évben a gyerekeket ezzel jutalmazzuk, hogy egy pályázat után elviszik őket egy hetes táborba. Ugye szülőkön is tudunk könnyebbíteni, a szünet első hetében még dolgoznak a szülők, gyerekeknek meg ezzel tudunk láthatóan örömet szerezni. 2012 óta folyamatosan a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezi a lelkes pedagógus és egyéb önkéntes segítő segítségével ezt a tábort. A pályázatot az EMMI-hez nyújtjuk be, a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma az idei évben 600 ezer forinttal támogatta ezt a pályázatot. A különbözetet azt mi tesszük hozzá a Nemzetiségi Önkormányzat. Én úgy gondolom, hogy annyi pénzt össze tudunk a faluba a pályázatok és egyéb útján összegyűjteni, hát azt ez jó cél. Több ilyen rendezvényünk van, amivel egyébként ezen a táboron kívül segítjük az iskolát, támogatjuk őket, bármilyen rendezvényük van, egyéb kirándulásokat. Én úgy gondolom, hogy ez a legjobb cél, amire fordíthatjuk, és ezzel tudjuk a gyerekeket támogatni. Nagyon-nagyon szeretik a szülők és a gyerekek is. És már 15 éve körülbelül én vagyok a táborvezető, úgyhogy mi már nálunk le van zárva az év, és tudjuk, hogy hétfőtől tanévzárás után kezdődik az 5 napos nyári táborozás. Számos
Számot adhattak tudásukról a kaposszegcsői zeneiskolás növendékek az évvégén megrendezett hangversenyen. Az óvodás korosztálytól az általános iskolás diákokig mutathatták meg a zenei tudásukat a gyerekek. A diákok zenetanára szerint olyan útravalót kapnak a komoly zenével a gyerekek, ami egész életük során hasznukra válik majd. A klasszikus zene tanulása, az alapok elsajátítása és a hangszeres tudás megszerzése az első lépcsőfok afelé, hogy valaki zenész lehessen. A klasszikus zene egyrészt önfegyelemre tanít, másrészt bevezeti az embereket a zene értelmébe, tartják a zenetanárok. Kaposszegcsőn sok diák tanul szakkörszerűen komoly zenét, de van, aki a közeli Vásáros-Dombói zeneiskolába jár. A kaposszegcsői diákok adtak számot tudásukról az évvégi hangverseny keretében a művelődési házban. A tanáruk szerint sok tanítványnak ez egy ugródeszka, és van olyan is, aki kaposszegcsőről indul, és a komoly vagy populáris zenében találja meg számításait. A picifuriások népdalcsokrot fognak játszani, lesz klarinét duó klasszikus művekkel, lesz egy furujakürdó, egy Mendelssohn őszi dal, lesz egy pici zongoristánk egy Papp Lajos darabbal részben. Itt kaposszegcsőn én tartom nekik a hangszeres és a szolfés órát kedden és pénteken délután. A többiek pedig a szülők segítségével vagy buszközlekedéssel úgy oldjuk meg Vásárosdombon az órarendet, hogy ők átjárnak a Vásárosdombói zeneiskolába, de ott nem mindenkit én tanítok, ott a kollégáimmal dolgoznak hangszertől függően fuvolán. Ja, tényleg fuvolistánk is lesz, bocsánat. Fuvoladónk is lesz, tehát a fuvolistákat kolléganőm, zongoristákat megint másik, és a szakszofon szintén külön tanára. A zenetanulás az egy nagyon-nagyon-nagyon agyilag serkentő dolog a gyerekeknek. Kikapcsolja őket a napi rutinból, rendszerességre szoktatja őket, és akik zenét tanulnak, azoknak nagy mértékben fejlődik mindenféle olyan érzéke és észlelése, amit később az iskolai tanulmányokban is alkalmazni tud. És emellett persze természetesen a hangszeres tudásukkal pedig a közönséget, szülőket is tudják szórakoztatni. Sok mindent átadhatunk, az egyik a hangszeres tudás, de ez csak egy dolog. A zene szeretetét tudjuk átadni, közülük néhányan úgynevezett pályán maradnak, tehát később zenetanárok vagy zenekari művészek lesznek, ilyen növendékünk is volt, de a fő cél az, hogy olyan alapkészségekkel és alaptudással rendelkezzenek, mire tőlünk elkerülnek, vagy felnőttek lesznek, hogy egy koncertet szívesen hallgassanak végig, egy komoly zenei koncertet, vagy akár egy amatőr együttesben játszanak, legyen ez könnyű zene, vagy fuvolzenekar, vagy valamilyen komoly zenei együttes. Különleges hozzáállás az, ha valaki komoly zenészként azonban inkább rockzenét játszik a hangszerén. A hangverseny egyik fellépője Tóth Eszter azt mondta, hogy ugyan gyerekkorától szereti a fuvolát, azonban leginkább jetrotál dalokat szeret rajta játszani. A hangversenyen természetesen klasszikus darabot játszott el. Fuvolán fogjuk előadni a Szárbende és Menüettet, és én igazából azt hiszem, hogy már 4 vagy 5 éve tanulok fuvolán játszani. Igen, 5 éve tanulok fuvolán játszani. A Henny meg 6 éve tanul fuvolán játszani, és akkor most egy duettben fogjuk ezt előadni. Hát igazából én kiskoromban szerettem meg ezt a hangszert, amikor a tévében láttam egy nőt, fogalmam sincs már, hogy kit fuvolán játszani, és akkor nagyon megtetszett, és eleve ezért iratkoztam be zenére is, hogy majd fuvolászhassak. Thank you.
A zeneiskola növendékei bebizonyították a kaposszekcsői hangversenyen, hogy a fiatalokban sem hunyt ki a klasszikus zene szeretete, és a legfiatalabb generáció tagjai is odaadással viseltetnek a klasszikus darabok iránt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!